A csernobili atomerőmű az ukrajnai Pripyat városa mellett található 18 kilométerre Csernobil városától, Kijevtől 110 kilométerre északra. Az egykor virágzó szocialista környék egy csapásra megváltozott egy 1986-ban bekövetkezett balesetnek köszönhetően. Azonban mi is történt pontosan? Ebben a videóban most mindenre fény derül. A Szovjetunió miniszter tanácsa 1966-ban döntött arról, hogy országuk területén 11,9 gigawatt erőművi kapacitást kell elérni, ebből 8-nak atomerőműből kell származnia. 16 helyszínből az Ukrán-Szovjet Szocialista Köztársaság javaslatát fogadták el, hogy a szovjet központi városok energiaigényét ki tudják elégíteni. Ennek érdekében az ukránok leromboltak két falut, Nagorszit és Podlesznit, aminek a helyére tervezték meg a csernobili atomerőművet. A komplexum teljes felépítését 1972-ben kezdték meg a Szovjetunióban, az átadására 1977-ben került sor az első reaktorral. A másik hármat 1978-ban, 1981-ben és 1983-ban adták át, 1986-ig még két további reaktor építése zajlott, de ezeknek befejezésére már nem került sor. A komplexumot Leninről nevezték el. Az atomerőmű grafitmoderátoros RBMK 1000-es reaktorokkal rendelkezett, a harmadik és a negyedik már ennek a forralóvizes jellegű reaktornak a második generációi voltak. Egy ilyen reaktor névleges hőteljesítménye 3,2 gigawatt. A két generáció között az a különbség, hogy a második, az 1960-ban kifejlesztett, már akkor is elavultnak számított reaktor ipari méretű változata volt. A több lehetséges reaktorterv közül a szovjet vezetés döntött az RBMK 1000-esek használatáról. Ennek köszönhetően lett a Szovjetunió harmadik legnagyobb olyan atomerőműve, amiben ezek a reaktorok működtek. Az építés során viszont számos szabálytalanság történt, aminek részleteit a KGB vizsgálóbizottságának elnöke Jurij Andropov ismertette 1979-ben. A beérkezett operatív adatok szerint a csernobili atomerőmű építkezésének egyes részlegeinél előfordulnak a tervektől való eltérések, amelyek üzemzavarhoz és szerencsétlenséghez vezethetnek. A gépterem oszlopa a kitűzési tengelyektől 100 mm-ig terjedő eltéréssel lettek felállítva, egyes oszlopok között pedig hiányzik a vízszintes összekapcsolás. A falpaneleket 150 mm-es elhajlással rakták le. A terem födémét az előírásoktól eltérően építették ki. A gépteremben lévő emelődoruk mozgás pályáin 100 mm-ig terjedő eltérés van, helyenként 8 fokos szögben lejtenek. A különlegesen nehéz beton öntése közben a munkát több alkalommal megszakították, a betonozás minősége alacsony. A munkálatok során hőszigetelésre nem került sor, ez a talajvíznek az épületbe való behatolásához, környezetszennyezéshez vezethet. Kijev, 1979. január 17. A csernobili atomerőműben történt balesethez számos apró tényező vezetett. 1986. április 26-án két dolog is történt, ami a katasztrófát előidézte. Az egyik, hogy az atomerőmű reaktora hirtelen a hajnali órákban instabilitásra utaló jeleket produkált, hajnali 1 óra 7 perckor a teljesítménye visszaesett 0,7 gigawattra. Ennek ellenére az akkori ügyeletes személyzet megkezdett egy kísérletet, ami a reaktor hűtőrendszerében előforduló legnagyobb hibahányados figyelembevétele mellett egy szükségmegoldás kidolgozását jelentette, ha bármi érné az erőművet. Az RBMK 1000 reaktor esetében a legnagyobb tervezett hiba csak egy dolog esetében valósul meg. Nagyon alacsony valószínűséggel megtörténő meghibásodások egy időben történő lezajlásakor történik, amihez elég, hogy két tényező tönkre menjen a reaktorban. A reaktor leállítására érvényes volt egy szabály. Az aktív zóna hűtését minden esetben folyamatosan biztosítani kell, ugyanis hiába áll le a láncreakció, a fűtőanyagban továbbra is keletkezik maradványhő. A keringető szivattyúkat egy üzemzavari körülmény során dízelagregátorok működtették ezért, aminek elindítása legalább fél percet vesz igénybe.
A reaktor tervezője már 1976-ban előállt egy javaslattal, hogy a főkeringető szivattyúk táplálását a főgenerátorokról biztosítsák, ugyanis fél perc rengeteg idő. Erre vonatkozólag ugyan az RBMK reaktorokat minden más atomerőműnél jelezték, hogy ez problémát jelenthet, de a Csernobili volt az egyetlen, ahol a tervező által felhozott ötletet kísérleti formába öntötték, és 1982-ben kísérleteztek vele a Csernobili harmadik blokkban, ami sikertelenül zárult. Ezért abban gondolkodtak, hogy a főgenerátorok gerjesztés szabályozásán változtatnak. Az 1986. április 26-án végzett kísérlet során nem vették figyelembe, ahogy a reaktor felenként két-két szivattyút kényszer tápláltak, hogy a zóna üzemzavari hűtőrendszer hogyan lép működésbe szükség esetén. A kísérlet idejére ugyanis kiiktatták. Ezt a kísérletet a reaktor csökkentett hőteljesítményű üzeme mellett akarták végrehajtani, de nem vették figyelembe a reaktor fizikai sajátosságokat. Az 1986-os kísérlet tervét a második kiépítés helyettes főmérnöke, Anatolij Gyatlov készítette elő a turbina készítőjének támogatásával, a dokumentumot az erőmű főmérnöke, Nikolaj Fomin pedig jóvá hagyta. A kísérletet eredetileg a negyedik blokk karbantartás miatti leállításának idejére tűzték ki, április 25-ére délutánra. 1986. április 25-én hajnali 1 óra 6 perckor már elkezdték a 4-es blokkban lévő reaktor teljesítményét csökkenteni. Délután 2 órakor kikapcsolták a zóna üzemzavari hűtőrendszert, vagyis előkészültek a karbantartás mellett a kísérletre. Ugyanebben az időben a teherelosztó utasítást adott, hogy a további teljesítmény csökkentést halasszák el. A blokk teljesítménye így 50%-os maradt, az egyik gőzturbina generátor egységet a kettőből leállították. A reaktorban a teljesítmény csökkentés hatására a reaktormérgek keletkeztek, és csökkent a manőverező képessége, vagyis innentől a teljesítményt befolyásolni már nehezen lehetett. 23 óra 10 perckor adott engedélyt a teherelosztó a leállásra, így az operátorok elkezdték a leállítást, akik a műszak végén már fáradtak voltak. Az ortodox naptár szerint április 26-a nagy szombat volt, így a húsvéti ünnepekre valamennyi döntéshozó személy és szakértő a hétvégi házaikhoz utaztak pihenni, vagy hogy a családjaikkal legyenek a húsvéti ünnepekre. Pontban éjfélkor történt a műszakváltás. A vezénylőbe új operátorok érkeztek, 1986. április 26-án 0 óra 5 perckor a teljesítmény 24%-ra csökkent, a reaktor pozitív üreg tényezőjének visszacsatolása pozitívvá vált, a reaktor öngerjesztő tulajdonságot vett fel. 0 óra 28 perckor lokálistól globálisra kapcsolták a teljesítmény szabályozó rendszert. Ennek hatására a teljesítmény érthetetlen okokból 30 megawattra zuhant. Hajnali fél egykor a teljesítmény 1%-ra zuhant így. Itt két lehetőség fordulhatott elő. Az operátor vagy nem nyomta meg a teljesítménytartás gombot, vagy műszaki hiba miatt a gomb nem váltotta ki a szükséges hatást. A reaktor itt vált instabillá. 0 óra 32 perckor az operátor a zónából kihúzott szabályzó rudakat, hogy ellensúlyozza a teljesítménycsökkenést és növelje a szükséges szintre, így maradt az engedélyezetnél kevesebb szabályzó rúd a zónában. Hajnali egykor úgy tűnt, hogy minden rendben lesz, a teljesítmény 7%-ra emelkedett, 1 óra 3 perckor a 6 működő főkeringető szivattyú mellé bekapcsoltak még kettőt, így pedig a gőzdobban elkezdett csökkenni hirtelen a vízszint, 200 megawatt teljesítmény működött a reaktorban. 1 óra 15-kor, amint meglátták a gőzdobszint alacsony jelzést a kezelőfelületen, kikapcsolták az üzemzavari védelmet, vagyis az automatikus vészleállító gombot, ami minden rendellenes paraméter esetén leállította volna azonnal az erőművet. Ennek kiiktatása miatt nem tudta végrehajtani a feladatát a védelem. 1 óra 23 perckor az operátor újabb szabályzó rudakat húzott ki, hogy ezúttal a reaktor hűtőközegének nyomását növelje. Ugyanebben a percben vette kezdetét a kísérlet, de mellette az operátor észlelte, hogy a reaktivitás tartalékból csak a megengedett mennyiség felével rendelkeznek. 1 óra 23 perckor a második turbina gyors záró zárjel felvillant a panelen, az operátor ezért megbénította az üzemzavari védelmet. Ezt azért hajtotta végre, mert a kísérletet reaktor leállítás nélkül akarták megismételni, hogy minél rövidebb időn belül meg tudják próbálni újra sikertelenség esetén. Rá 4 másodpercre a második turbina gyorszáróit is lezárták, ami a turbina leválasztódását eredményezte a reaktorról. A turbinát így már nem a gőz, hanem a lendület pörgette. A gőz viszont nem tudott kijutni a reaktorból.
A nyomás nőtt, a gőzbuborékok elkezdtek összeroppanni a zónában. Rá 6 másodpercre az automatizált rendszer elkezdett szabályzórudakat kihúzni a zónából. 25 másodperccel később a zónában levő gőzfejlődés szabályozhatatlanná vált, az instabil reaktor és az automatika lépése miatt a teljesítmény a normálistól eltérő, gyorsabb ütemben kezdett nőni. 1 óra 23 perc 40 másodperckor az operátor megnyomta az AZ5, vagyis a vészleállító gombot. Ennek viszont volt az ott dolgozók körében egy ismert gyártási hibája, amit a biztonsági rudakban kellett keresni. Emiatt a reaktor teljesítménye kismértékben növekedni indult a leállításkor. Normál esetben ez elenyésző probléma, viszont az instabil reaktor esetében egy szabályozhatatlan energianövekedést eredményezett. 4 másodperc alatt a reaktor teljesítmény értéke a 10-szeresére nőtt, és nagy mennyiségű gőz kezdett felszabadulni. A fűtőelem pálcák felszakadtak, a hűtőcsövek fala megnyílt. 1 óra 24 perckor gőzrobbanás történt, valamennyi víz elpárolgott és gőz lett belőle. A reaktort és a biológiai védelmet, vagyis a betonárnyékolást szétszette. Ugyanebben a pillanatban következett be a gázrobbanás is. A vízgőz ugyanis reakcióba lépett a forró grafittal és a reaktorban levő szerkezeti anyagokkal, ami hidrogént és szénmonoxidot termelt. A reaktor felnyílása után mindez érintkezett a levegőben levő oxigénnel és azonnal berobbant. A szabaddá vált grafit felgyulladt és ettől a pillanattól kezdve napokig égett. A 4. reaktorban történt robbanás a levegőbe repítette a reaktor fedélszerkezetét, ami a levegőben átfordulva 105 fokos szögben esett a reaktor tetejére. A reaktor felső része darabokra hullva szétszóródott az épület körül a robbanásban. A reaktorcsarnok oldalfalai ledőltek, a tető egy jó része lerepült, illetve a csarnok romjaira omlott rá. A fűtőelem után töltő rendszer állványzata is ledőlt, az egész komplexum tartószerkezete megroppant, a válaszfalak ledőltek a belső födémekkel együtt. Amint bekövetkezett a robbanás, a személyzet leállította először a 3. reaktort, majd az 1. és a 2. Hogy a vészleállító gombot miért nyomták meg, ez máig nem tisztázott, nem tudni, hogy a váratlan értékek és a teljesítmény növekedés miatt, vagy alapvetően is le akarták-e állítani. A lényeg, hogy a gombot megnyomták. Mivel a reaktor a nagy mérete miatt nem kapott teljes burkolatot, így a robbanás és az égés során keletkezett valamennyi káros anyag kikerült a légkörbe, és az épület környezetében levő valamennyi helyszínre. 1 óra 22 perc 30 másodperc után valamennyi forrás zavaros. Minden szemtanúnak más a tapasztalata a robbanással kapcsolatban, és sokáig az is kérdéses volt, hogy mikor nyomhatták meg az AZ5 gombot, mivel ráadásul a robbanás során azt többször is megnyomták, azt remélve, hogy leáll végül a rendszer. Eleinte ezért is volt gyanús az ügyben, hogy akkor ezek szerint a működtetők közt kellene keresni a felelősöket, és nem csak a technológiai elmaradottság az egyik fő szempont. Ezt a részletet már azért nem tudták kideríteni, mert aki megnyomta az AZ5 gombot, 2 héttel a baleset után sugárbetegségben halt meg. A katasztrófa során megtörtént a zónaolvadás, aminek a következtében a Föld legszennyezőbb anyaga jött létre, amit kóriumnak nevezünk. Lávaszerű masszaként leolvasztotta a betonfödémet, és a reaktor alaksorába folyt le, és ott lehűlve egy elefántlábra hasonlító formát vett fel, ami 11 tonnányi súlyt tett ki. A mentesítő munkások a robbanás után 2 hónappal találtak csak rá. A baleset súlyosságára még hozzátett az is, hogy sem a személyzet, de még a helyi vezetők sem értettek ahhoz, hogyan is kell egy ilyen krízist azonnal kezelni. A dózismérők az atomerőműben ugyanis maximum 1 milliröntgen per másodpercnyi sugárzást tudtak mérni. Ezeken kívül 2 eszköz volt, amelyik 1000 röntgen per órát tudott, de azok közül csak egyhez fértek hozzá a robbanás után, ráadásul az is a bekapcsolásakor azonnal tönkrement. A személyzet azt sejtette, hogy a sugárzás valószínűleg 4 röntgen per óra lehet, holott valójában ez legalább 20.000 röntgen per óra volt. A személyzetvezető Alekszandr Akimov a téves adatokból azt hitte, hogy a reaktor nem sérült meg. Azzal nem is foglalkoztak így, hogy sugárzó grafit darabok és törmelékek hevernek szerte a blokk körül, de az üzemanyag sem érdekelte őket. Hajnali 4 óra 30 perckor újra mértek, az eredményeket nem vették figyelembe, mivel megállapították, hogy a dózismérő nem működik megfelelően. A személyzettel úgy döntött, hogy a reaktorba vizet szivattyúznak. Ezt egészen reggelig csinálták, védőöltözet nélkül. A tűzoltók hajnalban kezdték meg a tüzeket oltani. Senki sem értesítette őket a radioaktív törmelékekről, grafit darabokról és az égés valódi okáról.
Védőfelszerelés nélkül oltottak. Hajnali 5 órára el tudták oltani a tüzeket, több tűzoltót magas dózisban ért sugárzás. Az egyik tűzoltó emléke szerint az emberek szabályosan érezték a helyszínen a sugárzást. A szájukban fémes ízt éreztek, az arcukon meg olyan fájdalom ült ki, mintha folyamatosan tűvel szurkálnák azt. A baleset napján a Szovjetunió minisztertanácsához is eljutottak a hírek. Felállítottak egy operatív bizottságot arra, hogy vizsgálják ki a baleset körülményeit, és a mentési munkálatokat azonnal kezdjék meg. A bizottság elnöke, a minisztertanács elnökhelyettese Boris Cserbina volt. A bizottság április 26-án este ért a helyszínre, addigra már 2 meghaltak és 52 kerültek kórházba. Éjjel a bizottság meggyőződött arról, hogy a sugárzás mértéke jóval magasabb, mint amire számítottak. Azonnal elrendelték a reaktor elpusztítását és Pripyat városának mihamarabbi kiürítését. Azért, hogy az ott lakók semmit ne vigyenek magukkal a személyes holmiaik sugárzása miatt, ezért a bizottság megbízásából a kiürítést végző rendvédelmi és katonai szervek azt mondták, hogy a kiürítés néhány napra vonatkozik, a lakók hamarosan visszatérhetnek. Valójában a szovjet állam csak 3 hónappal a katasztrófa után engedte korlátozottan, hogy a lakosság visszamenjen, és a saját holmiai közül csak a legfontosabbakat elvigyék magukkal. A lakóknak 10.000 rubeles kártérítést adtak új lakásokkal. Csernobil köré likvidátor egységeket toboroztak. Magyarán hivatásos és sorkatonai szolgálatot ellátó fiatal katonákat szerveztek át az atomerőmű köré, hogy a környéken levő összes kóborló magára hagyott háziállatot, vadállatot levadásszák kivétel nélkül, hiszen mind sugároztak. A likvidátorok számára nem biztosítottak megfelelő védőöltözéket. Bármilyen akkori technológiával működő robotot felküldtek a tetőlevő törmelékek összetakarítására, a magas sugárzás miatt minden összeköttetés megszakadt ezekkel a gépekkel. Ezért katonákból állították össze azt az egységet, akiket a bizottság a tető letakarításával bízott meg. Őrájuk ragadt a biorobot kifejezés, mivel a grafit törmelékek eltakarítása során maximum 1-2 perces váltásban dolgozhattak a tetőn. Ott csak egy törmelék sugárzása 11-12.000 röntgen per óra volt, holott az emberi szervezetet 2 röntgen per évben lehet terhelni maximum. A baleset utáni másnap tehát Pripyat városát és a 10 kilométeres körzetben levő lakóhelyeket már kiürítették. A körzetben megkezdték a munkát a likvidátor sorkatonák, hogy a sugárfertőzött állatokat lelőjék és tetemeiket gödrökbe gyűjtsék, és betonnal temessék be őket. A 4. blokk romjaira helikopterekből kezdtek szórni 5000 tonnányi védőanyagot, vagyis homokot, dolomit zúzalékot, márvány zúzalékot, ólomsörétet és bort szórtak rájuk. Így kívánták a tüzet oltani és mellette az aktív anyag kibocsátást is csökkenteni, elkerülni a fűtőanyag kritikussá válását, ami még a reaktorban maradt. Ez az oltási akció május 10-éig tartott. Május 2-án döntöttek arról, hogy az atomerőmű 30 kilométeres körzetében is meg kell kezdeni az azonnali kiürítést, az emberek evakuálását. Május 6-án a 4. reaktor alatti medence vizét leengedték, így megelőzték, hogy a fűtőelem olvadék vízzel érintkezzen. Ugyanezen a napon érzékelték a sérült reaktor emisszió növekedését, majd megkezdték a Pripyat és környéke részleges sugármentesítését. Május 20-án építőbizottság alakult a csernobili atomerőműhöz, innentől egészen július 15-éig a szakemberek azon dolgoztak, hogy a munkaterületet megtisztítsák, és a tőlük telhető módon sugármentesítsék azt. A reaktor köré ugyanis egy védőlétesítményt kívántak felhúzni, aminek az elemeit legyártották, és a hozzá szükséges építési infrastruktúrát is előkészítették, ahonnan a szükséges építőanyagokat, elemeket be tudják szerezni. A legtöbb építőmunkás, kőműves, bányász, logisztikai feladatokban résztvevő munkások, teherszállítók, sofőrök, katonák, helyszínre kirendelt hivatalnokok azt se tudták, vagy sokkal inkább bele se gondoltak, hogy rájuk nézve ez a munka végzetes lehet. Az lebegett a szemük előtt, hogy a katasztrófa ne terjedjen tovább, ne sújtsa országos katasztrófa a Szovjetuniót, vagy bármelyik másik országot. Június 3 és 28 között hőcserélőt hoztak létre a reaktor talapzat alá. Július 16 és szeptember 15 között már a védőlétesítmény építésének második fázisa folyt. Augusztus 22-én további kitelepítésekről döntöttek a térségben. Szeptember 15-én megkezdték a védőlétesítmény építésének harmadik fázisát. Azonban újabb tragédia érte a mentő akciót. 1986. október 2-án
Az egyik oltást végző helikopter a teljes legénységével együtt lezuhant, amint a négyes blokk fölé repültek. A védő létesítményt november 30-án adták át. A mentő munkálatok során a szovjet vezetésnek meg kellett birkóznia a nemzetközi botránnyal is, hiszen a robbanást hetekig titkolták. Ennek oka az lehetett, hogy a konzervatív és a reformpárti szovjet vezetés politikai ellentétek miatt nem informálták egymást kellőképpen az eseményekről, így megtörténhetett az, hogy Mihail Gorbacsov pártfőtitkárnak nem részletezték a baleset körülményeit, ez a kinevezett vizsgálóbizottság munkájának kezdetén hamar egyértelművé vált. Ennek köszönhetően Gorbacsovot valamennyi nyugati állam hibáztatni kezdte a katasztrófa eltitkolásáért. A villamosenergia hiány jellemzővé vált az atomerőmű által ellátott körzetekben. Ezért a baleset utáni mentőmunkálatok alatt végig azon volt a csernobili balesetért felelős bizottság, hogy a maradék három reaktort mielőbb működésre lehessen bírni. 1987. december 3-ig az első és a második és a harmadik blokk újraindításra került, azonban egy 1991-ben keletkezett tűz miatt a második blokk turbina csarnokában fontolóra vették, hogy az atomerőmű a maga formájában nem tartható így fenn. Miután a tűzeset óta a második blokkot nem indították el, 2000-ben az AZ-5 gomb lenyomásával véglegesen leállították az atomerőművet. 2007-ben kezdték meg egy új védő létesítmény, köznyelben elterjedt nevén szarkofág építését, aminek becsült élettartamát 100 évre becsülték, így arra az időre garantáltan megvédheti az emberiséget a további sugárzástól. Hatása közvetlenül kihatott a katasztrófa 30 kilométeres körzetében. Az atomerőműtől 8 kilométerre levő erdőt a lakók vörös erdőnek nevezték el. A fák gyakorlatilag vöröses-barna színben kezdtek pompázni, állatvilága azonban a katasztrófát követő néhány évben a többszörösére nőtt. Mivel az erdőkben meglevő mikroorganizmusok, baktériumok nem maradtak meg, ezért az erdőben felgyűlő avar nem indult bomlásnak, és ezért a vörös erdőben nagyobb kockázati tényezővé vált az erdőtűz, aminek következtében a növényekben felgyülemlett sugárzás égés formájában messzebbre is el tud jutni. Számos növényre és állatra jellemzővé vált az óriás növés, illetve az alakitorzulás. Ez a környék az atomerőmű körzetébe tartozó legszennyezettebb rész. A katasztrófa után Csernobil 30 km-es sugarában kiürített területét nevezik zónának, amit a mai napig a határán katonák őrzik. Bejutni csak különleges engedéllyel lehet. Ha egyértelműen kellene fogalmazni, a zóna nem egy kör, hanem a sugárzás terjedését figyelembe vett, kihullás irányát követett síkidom. Az ezen belül kialakított 10 km-es zóna pedig a leglakhatatlanabb és legfertőzöttebb körzetet jelenti. A zónába vissza csak néhány 60 év feletti lakosnak engedték meg, akik gyökeresen ragaszkodtak az ott hátrahagyott javaikhoz, földjeikhez, lakhelyeikhez. Egyes részeken, habár a sugárzás mértéke olyan alacsony, hogy akár lakható lenne, a sugárveszély teljes megszűnésére több száz évre van szükség. A katasztrófa az egész világra kihatott hosszú távon, mivel a robbanást követően kiszabadult égéstermék, sugárzóanyag mind növelte az egész emberiség számára a rákos megbetegedések kockázatát, nem csak azok életét keserítette meg, akik az atomerőmű környékén éltek, vagy épp közvetlen átélői voltak a katasztrófának, vagy részt vettek a mentésben. Ennek jelei és következményei vannak a mai napig.